szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Az idős emberek biztonsága érdekében tavaly kormányzati támogatással létrejött a Gondosóra program. Ez az európai szinten is egyedülálló kezdeményezés, egy ingyenesen igénybe vehető, 65 év feletti alanyjogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás. Célja, hogy az idősek szükség esetén egy órán levő gomb megnyomásával jelezni tudják segítségkérési szándékukat. Sajnos olyan időket élünk, ahol a családok elszakadtak egymástól, a távol élő családtag segítése, gondozása nehezebbé vált. Az egyedül élő idős embereknek sokszor félelmet, bizonytalanságot kelt ez az állapot. Ezért az ő megsegítésük, támogatásuk kiemelten fontos feladatunk. A Gondosóra program abban segíti az időseket, hogy probléma vagy baj esetén egyszerűen egyetlen gombnyomással értesíteni tudják azt a szemét, aki gyorsan tud nekik segíteni. Az időseknek nem kell más tenniük, mint a karon vagy a nyakban viselhető díjmentes jelzőeszközt, megnyomják rajta a gombot, és a szolgáltatás ellátást generál. A szolgáltatással a generációk közötti szakadékok áthidalását segítjük. Lehetőséget adunk egy olyan törődésre, amely a mélyebb emberi kapcsolatok kialakítását is szolgálja. A segítő családtagok, rokonok, ismerősök, szomszédok rendelkezésre állásának és a Gondosóra programnak köszönhetően a segítségnyújtás a nap 24 órájában megvalósulhat. Mára már több mint 500 ezer idős ember vette igénybe ezt a szolgáltatást, és a visszajelzések szerint ezek az emberek elégedettek, nyugodtak és biztonságban érzik magukat. A Gondosóra program egy újabb bizonyíték arra, hogy a kormány nem hagyja cserben az időseket, sorozatos segítő intézkedésével megbecsüli, védi és segíti őket. Az ilyen és ehhez hasonló felelősségteljes intézkedések azok, amelyekre igazán nagy szükség van. A fentiek alapján kérdezem miniszter urat, hosszú távon is fenntartható az időseket segítő Gondosóra program? Köszönöm meg, tisztelt. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Dömötör Csaba miniszter helyettes úrnak, parancsoljon. Tisztelt képviselő úr, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos idősebb honfitársaink megbecsülése. Ezért szeretném megköszönni, hogy felhozta ezt a témát. A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy különböző támogatásokkal kifejezze megbecsülését annak a generációnak, amely évtizedeken keresztül a hátán vitte ezt az országot. A Gondosóra program is ezt a célt segíti. Egy nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló programról van szó, de mi is ennek a programnak a lényege? Röviden az, hogy 65 év feletti honfitársaink egy ingyenes jelzőeszköz segítségével egy gombnyomással jelezhetik a nap 24 órájában elérhető diszpécser központnak, ha segítségre van szükségük. Jelzés esetén a diszpécser megpróbál saját hatáskörben segíteni, ám ha úgy ítéli meg, hogy külső segítséget kell igénybe venni, akkor értesítheti a megadott kapcsolattartót, vagy felveheti a kapcsolatot a helyi illetékes intézményekkel, indokolt esetben pedig a sürgősségi segélyhívót tárcsázza. A program elindulása óta több ezer súlyos, életmentő helyzetben segítettek már a diszpécserek. Az eszköz a beépített hely meghatározónak és az esés érzékelőnek köszönhetően segített már megmenteni többek között folyóba esett horgászt, erdőben eltévedt idős hölgyet és autóbalesetet szenvedett sofőrt is. Nem telt még el sok a program bevezetése óta, de már most látszik, hogy nagyon népszerű a kezdeményezés. Több mint 500 000-an regisztráltak, és ami a jövőt illeti, ezt a programot az uniós források visszatartása miatt a kormány önerőből finanszírozta. Az eredeti kiírás alapján a program 2025 végéig tartott volna, de, és itt jön a lényeg, a kormány már dolgozik a program hosszabbításán, ezért is biztatjuk idősebb honfitársainkat arra, hogyha még nem tették meg, akkor regisztráljanak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Megköszönöm.